Bennmaradó helyen tölti a kényszerszünetet a Nyíregyházi Tekeklub együttese. Az NTK a Superliga 17. fordulójában hosszú szünet után győzelemnek örülhetett, és a Kazincbarcika elleni 5-3-as siker egyben azt is jelentette, hogy Finta Zoltánék elkerültek a kieső helyről. Következett volna az Ajka elleni idegenbeli mérkőzés, amely előtt a Teke Szövetség elrendelte a bajnokságok felfüggesztését. Nem tudjuk, hogy ez meddig fog tartani, csonka bajnokság lesz-e, be lesz-e fejezve. Alapvetően, mivel még bajnokot csonkabajnokságban nem lehet hirdetni, mindenképpen azon van a Teke társadalom, hogy valamikor lejátsszuk majd ezeket az elmaradt mérkőzéseket, míg 5 forduló lenne hátra a bajnokságból, amiből nekünk pont azok a mérkőzések következnének, amik akár a nyerhető kategóriába is tartoznak nagy részt, és itt tudnánk bebiztosítani mindenképpen a biztos bennmaradásunkat, tehát nekünk pont egy ilyen rossz időszak jött el most ilyen tekintetbe, de úgy gondoljuk, hogy ha netán nyáron sikerül ezeket a mérkőzéseket a vírus eltűnése után lejátszani, akkor tudnánk folytatni a bajnokságot, és hogyha netán nem is egy szeptemberi elsői megszokott indulással, hanem egy októberi eltolt indulással tudna a magyar bajnokság következő idénye indulni, akkor már az is egy elfogadható dolog lenne a tekézők számára, és szerintem a Teke Szövetség is megpróbál mindent megtenni, hogy ebbe az irányba tolódjon el mindenféle teke rendezvény. Itt nem csak a bajnoki mérkőzést érintette egyébként ez a koronavírus, hanem nagyon fontos magyar kupa mérkőzések, már a legjobb 8 közötti mérkőzések következtek volna, illetve ami óriási hagyomány a tekébe, az egyéni versenyeknek a lebonyolítása. Már itt az országos vidék döntő következett volna, és az ajkai meccs utáni hétvégén, azaz a múlt hétvégén Bátony terenyén kellett volna 5 nyíregyházi játékosnak is pályára lépni, akik már 20-ról kvalifikálni tudtuk magunkat erre a rendezvényre. A nyíregyházi játékosok amatőrök lévén is edzések hiány egyelőre a munkájukkal foglalkoznak, bár akad közöttük olyan is, aki már túl van egy házi karanténon. A kérdezőnek volt egy családi útja még a járvány előtti napokban Hollandiába, és akkor hazakerült, már akkor tájékoztatták őket, hogy elrendelték az esetleges karanténba helyezését a családdal együtt, a gyerekeivel együtt. Így őt pont befolyásolta volna már a esetleges bajnoki szereplésen való részvétel. Úgyhogy ilyen szempontból meg azt nézzük, akkor picit jókor jött ez a megállás, de hál' Istennek Dezsőnek semmi, de semmiféle tesztje nem lett pozitív, úgyhogy abszolút megnyugodhattunk, és nagyon örülünk neki, hogy ha már elkezdődhetne végre az edzés, akkor ő is edzésbe tudna már állni. A városi stadiont a járványhelyzet miatt senki sem látogathatja, ezért értelemszerűen a tekecsarnok is tiltott területnek számít. Így egyelőre kérdés, hogy mikor vehetnek ismét tekegolyót a kezükbe a nyíregyházi játékosok.